hogy a csodában ne lennének idegesek. Agina Galde, Enterios. Vigyázzatok a lövése a beállóra, vigyázzunk a beállóra. Ez a miénk, ez a miénk. A spanyol játékos, a földön fekvő spanyol időt kér. A szövetségi kapitány mutatja, hogy emberek. Ezt miért nem ítélitek meg? Nézzük, nézzük a szituációt. Császár időben megállt. Én azt hiszem, hogy időben megállt, még el is fordult. Én ott se vagyok, mondja Császár Gabi. És a játékvezetők nekünk adják a labdát. 19 másodpercünk van. 19 másodpercünk van. Azt mondta Bocsai Lajos, hogy esetleg két beállóst is beküld a pályára. Egyelőre egy van. Szöllősi Szabolcsot látom ott benn. A második nem jön. A második nem jön. 18 másodperc. Mire megyünk? Tudunk-e egyenlíteni? Tudunk-e egyenlíteni? Lehozzuk a kapust. Lehozzuk a kapust. Ancsik Gábor jön be. 9 másodperc, Császárnál, Császár, Szöllősihez, Szöllősi, Szöllősi, mellé dobja, ráütnek a kezére, 7 méteres, ráütnek a kezére, letelik a játékidő, 7 méteres. Haj, a minden itt, mi van itt, mi van itt? Császár Gabi, mind a 4 büntetődet bedobtad, mind a 4-et, és most jön az 5. A legfontosabb. Hát szabálytalanodnak vele szemben, hiába reklamálnak a spanyolok. Ez egyértelmű szabálytalanság volt, és Szöllősi Szabinak köszönhetjük. Bement bátran, megkapta a labdát. Döntetlen lesz a vége. Szerzünk-e pontot? Nagyon, nagyon, nagyon szurkoljanak. Nagyon otthon. És itt is, Császár. Igen! Igen, megcsinálta a magyar csapat ezt az elképesztő bravúr! 24-24-es döntetlen, a magyar együttes pontot szerez Spanyolország ellen, nemhogy kikap kevés góllal, hanem pontot szerzünk az oroszok ellen is döntetlen, a spanyolok ellen is döntetlen. Császár Gabi a meccs egyik hőse, Bocsai Tamás a másik, Mikler Roland a harmadik, és a többiek sorra rendre, most mindenkinek a nevét mondjam, egészen Bocsai Lajosig bezárólag. Hát ez őrület, a világbajnoki bronzérmes ellen egy döntetlen. Magyarország, Spanyolország, 24-24. Hát ezzel búcsúzom most Újvidékről, ahol a szurkolók is segítettek, ők voltak a 8. játékos, és önök is nyilván valamiféle telepátiával segítettek otthon, amikor nézték a készülékek előtt ezt a mérkőzést. Óriási volt a magyar csapat. Szédületes, szédületes. Köszönöm szépen a figyelmüket, a Szó Budapestén.